Sziasztok! Sziasztok! Mai otthonteremtési sorozatunkban Bükkszent Erzsébeten vagyunk, méghozzá a gyönyörű Bükki Nemzeti Park közelében. Evelin és Gábor falusi csokos történetét fogjuk megismerni, és persze három gyermekükét, aki kettő most még alszik. Na, induljunk is! Jó! Jó? Most megyünk a gyerekirodalomban, a fiú meg a te birodalmatok? Úgyhogy ez lesz majd a szülői háló, a lányok szobája, és ott lesz lent egy nappali. Uh-huh. Fel is keltek a lányok időközben. Kicsit hangosak vagyunk. Hát hello, király kisasszony! Hát szia, itt van anya! Itt van anya! Szent boly! Kik egy idősek, a két kis csaj? Másfél év korkülönbség van. Like 2019-től lehet falusi csokot igényelni, és amikor láttátok, hogy jött ez a lehetőség, hallottátok valahol tévében, nyitott, vagy ismerős, a barátok mondták? Tévében is hallottuk, meg hát azért elég sok platformon lehetett látni, hallani, úgyhogy így indultunk neki. Tulajdonképpen, ha ez nincs, ez a falusi csok lehetőség. Ha ez nincs, akkor ekkora házunk nincs. Úgy kerestetek ingatlant, hogy tudtátok, hogy be kell adni... A falusi csok feltételeit. Így van, hogy be kell adni az árajánlatot, hogy mennyiről tudtatok megállapodni, és hogy konkrétan melyik az a ház. Így van. Ez a te szobád? Hm? És élvezed? Igen. Kristóf Tamásról is vagy, ugye? Persze. Iskolába jársz. És hogy szoktál menni? Busszal? Vagy anyáik visznek? Vagy hol? Anyáik. Anyáik visznek kocsival? Uh-huh. Hát akkor az végül is közel van. És itt vannak barátaid? Vannak. És mit szólsz hozzá, hogy ilyen nagy a ház? Hát ez valami óriási, meg nagy az udvar is. Hát az, hogy tök szép. Hát egy farkas kutya. Mint egy mini farkas kutya, nem olyan? Van cuki. Igen, szerintünk van benne ilyesmi. Őt úgy hívják, hogy? Dundi. Dundi. Nagyon cuki, mennyi idős? Hogy lett a tiéd? Találtuk. Édesem, elhagyott kis kutyus. Van iskola, infrastruktúra? Van iskola, óvoda, családi bölcsöde. Amikor mi beköltöztünk, abban az évben azt hiszem azt mondta a polgármester úr, hogy 70 család költözött ki. Hát azért ez egy 1000 lelkes településnél nagyon sok. Okay. És akkor így is meg is ismeritek egymást itt az utcában most már, vagy? Én már most így egyre több barátságok kötöttek, úgyhogy szeretünk itt lakni. Lehet gyerekház, ahova el lehet vinni a 3 éves korig a gyerekeket, úgyhogy ott kapnak 10 órait, különböző programok vannak, illetve majd ünneplik a születésnapjukat a gyerekeknek. De jó. És ajándékot is kapnak. Hát úgyhogy akkor tényleg ez egy ilyen igazi közösség. Így van, így van, így van. Nagyon elfogadóak, viszonylag hamar beilleszkedtünk. Bátran merem ajánlani a kis falunkat, hogy tényleg egy, szerintem egy szuper kis közösség. Nagyon jó szomszédaink vannak, mind a két oldalról, szemben is. Nagyon szeretjük őket. Meg hát itt az utcában is nagyon sok rendes kis család lakik. Tehát vannak gyerekek, igen, is. Igen, igen, gyerekek is, és ők, és kérem szépen felébredt a legkisebb király kisasszony is. Nagyon-nagyon sokan költöztek már falura, akár önerőből, akár a csok vagy a falusi csok támogatásával. Kik azok, akik ezt igényelhetik? Azok a fiatalok igényelhetik, akik falvakban élnek, és otthonteremtésben gondolkodnak, illetve családalapításban gondolkodnak, vagy falura szeretnének költözni, de még nincs meg a saját otthonuk. Ebben az esetben, amennyiben gyermeket vállaltak vagy vállalnak, akkor ennek megfelelően különböző kategóriák szerint jelentős állami támogatási összegeket kérhetnek, amelyek visszanemtérítendő támogatások, tehát nem kell visszafizetni. Ennek a maximuma egyébként egy használt ingatlan, falusi ingatlan megvásárlása és annak felújítása esetén, amennyiben van 3 gyermekük, vagy terveznek 3 gyermeket, akkor 10 millió forint. Uh-huh. És ráadásul az a jó hír, hogy emeli a 10 millió forint mellé még fel lehet venni a
babaváró támogatást, igényelni lehet az áfa visszatérítési támogatást is. Olyan sok ez a támogatási összeg, amelyet nem kell visszafizetni önmagában is, amelyből jellemzően egy kis településen legalább indulásképpen egy otthont meg lehet teremteni és fel lehet újítani. Na hát teljesen megújult a ház így legalábbis kívülről. Tehát az történt, hogy egyszer csak úgy gondoltátok, hogy kéne valamit csinálni? Igen. Mert hogy fel kellene újítani? Vagy hogy volt? Hogy történt? Mi albérletben laktunk. És itt? Itt a településen? Nem, és hát bekopogtatott a gólya a harmadik gyerkőccel, és akkor megbeszéltük, hogy hát kellene valami ház. Nagyon sok ház, tényleg nagyon sok házat megnéztünk. De különböző településeken, így Eger környéken? Igen, és egyik este megmutattam neki, másnap lejöttünk, és mondta, hogy na jó, hát ez kell. Azért ahhoz képest, amennyiben mondjuk a ház került és amiket láttunk, minőségileg, alapterületileg is, ez kettő közt ég és föld a különbség. Tehát nagyon jó vételnek tűnt. Igen, igen. A belső négyzetméter az 140 négyzetméter. Igen, tehát 50 helyett 140. 140. Mind a ketten vidékiek vagyunk, úgyhogy mégis ez messze nem áll tőlünk. Költeni kellett erre is, ha már jött így ez a lehetőség, hogy a csokból mondjuk meg tudtuk vásárolni a lakást, és fel is tudtuk újítani. Mi történt? Ez az egész ház pucolatlan volt, se vakolat rajta, semmi nem volt, úgyhogy magában a téglák látszottak, kompletben szigetelték, drive-it hálózták, színezték. Meg volt az ügyvédi papír, elmentünk a bankba, ott rábólintottak, nyilván volt egy költségvetés, amit meg kellett csinálni. Érdemesebb generálkivitelezővel csinálni, nem nagyon nem nehéz találni. Megtaláltuk egy szorgalmatos céget, ők voltak azok, akik nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben segítettek. Nekünk ennyiből nagyon jó, és szerintem ezzel a csokkos megoldással támogassa, és tényleg azt kapja, aki rászorul, nem az, mint annak idején, hogy volt a szoszpol, és akkor boldog-boldogtalan gyerek van, csináljátok. Biztos, hogy meg biztos, is tudjátok hogy valósítani, így kvázi. Van, így van. Uh-huh. Szerintem sokkal jobb neki a föltétele, de nagyon sok embernek esélye nincsen, mondjuk ez a csok nélkül, hogy ő lakást vásároljon, vagy házat vegyen, akárhol vidéken, vagy bárhol. Közjegyzői szerződés. Azt mindenki kössön, mert egyrészt a kivitelezőt is, illetve szakembert is védi, illetve minket is, hogy elkészül. És ez úgy fog elkészülni, hogy azt mi szeretnénk. És tényleg olyan is lett. Gyere, megmutatjuk Andi nénnek az ágyat. Gyere. Nagyon kíváncsi vagyok. Mert nálunk ugyanis a nagy alszik a kis ágyban, a kicsi pedig a nagy ágyban. Komolyan? Igen. Így van a választás? Így kicsit elhatárolódik, így megvan a kis saját birodalma. Igaz, ott is meg lenne, viszont nem tudom, most beköltözött a kis ágyba. A falusi csokkból megvolt a szigetelés, a bejárati ajtó, a laminálás. Mik még a tervek? Van ez a napelemes pályázat, abból viszont szeretnénk nyílászárót cserélni. Villany, vezetékelés, kerítés, az most az adóvisszatérítésből. Bízunk benne, hogy kijön belőle. Lesz fűtés, korszerűsítés, hűtő-fűtő krémát tesznek föl négyet, napelemet, és talán ennyi. Meddig kell elszámolnotok a falusi csokkal, vagy ez már így megtörtént? Már megkész is vagytok? Június 23-án költöztünk, augusztus 13-án jöttek a fiúk, és szeptember 1-én levonultak. Hogyha a te fizetésedből, a havi fizetésedből össze kéne rakni ezt a 10 millió forintot, akkor szerinted úgy nagyjából mikorra lenne meg? Egy életkevés hozzá.